Nagyon szép napot, sziasztok! Köszöntöm a kedves nézőket, az érdeklődőket, az M3 Autóparkban vagyunk, egy Hyundai i30-as fogunk megnézni, 2014-es, 6. havi itthoni magyarországi darab, igazolt, garantált kilométer futással, visszanézhető, ügyfélkapun ellenőrizhető, méghozzá úgy lehet ezt megoldani, hogy beütjük ezeket a számokat, illetve betűket az ügyfélkapunkon, a gépjárműkeresőbe is meg fogjuk látni a gépjárműnek az előzményeit, fotóit, amit ugye meg lehet nézni mindenkinek. Nézzük azért meg, hogy a valóságban is úgy néz ki, mint a fényképeken ott az ügyfélkapon, ugye egy ezüstmetál színű ötajtós kocsit nézünk, benzines 1.4-es, 100 lóerős motor van benne, és egy szép vonalvezetésű, szerintem egy modern kis kocsi, ugye a motorja 100 lovas, szépen megy, és 6 sebességes a kéziváltója az autónknak, teljesen tökéletes lámpái vannak, látjuk, vannak menetfények is, azok is működnek benne, ilyen LED menetfény, nem kavicsos és nem repett a szélvédője, friss műszaki van rajta, jobban mondva majdnem, hiszen 18-9 hónap műszaki vizsga van még az autón, tehát közel 2 év műszakival rendelkezik a járművünk. Ezt itt meghallgathatjuk, ha befogom a számot, nagyon nehezen tudom ezt megcsinálni, de megpróbáljuk. Ezt fogja látni itt a kedves néző érdeklődő, amikor ide bejön hozzánk a kereskedésbe. Megnézzük a jobb bal oldalát az autónak, illetve benézzünk a fenekébe, és ott is van valami jó dolog, én láttam. Jelenállás szerint nyári gumiszett van még az autón, jó állapotú, föl lehet még rá szerelni majd, hogyha eljön az ideje. Most annak az ideje jön el, hogy téli gumit kelljen rátennünk az autónkra, sajnos, mert most már ugye október vége felé közelítünk. I30-as feliratunk, itt pedig lám, jó állapotban lévő 4 darab. Igaz, önállóan, de én szerintem így is egy elég komoly és jó érték, hiszen egy Falken márkájú, és mint látható, egy egészen mély bordázattal rendelkező, nem olyan régi gumiszett van itt, ezt föl lehet majd tenni. Egyéb iránt vannak benne kötelező tartozékok, izzó, sárga mellény, minden megvan hozzá, és kalaptartó is van hozzá, de nem itt van, hanem a hátsó ülésnél, mert így a gumitól nem tudtuk betenni oda rendesen. Úgyhogy ide betettük a gazdának, majd teljesen tökéletes állapotú zsinórkái, épek, szépek, és majd föl lehet oda tenni. Itt van az elakadási jelző háromszög, Isofix és szép szövetkárpitozás, 3 darab fejtámlával, kis fehér cérnával vart pepita szövet. Az autónkban elől oldalt és függöny légzsákot fogunk találni, esetleges oldalirányú ütközés esetén is ugye védve vagyunk ugye fejnél. Aztán megnézzük az üléseket itt elől is, ezt valaki elhagyta, elnézést. Állítható magassággal rendelkezik az ülés, ugye meg süllyeszthető, ilyen kis deréktámasz, csípő, összefogó, és 2 darab elektromos ablak elől, és elektromos tükrök ugye jobbra-balra, lehet őket ugye irányítgatni. Mi van még itt? Állítható kormányoszlop, ez 4 irányban állítható, leföl és ugye kibe megy. Pedálsorunkat meg tudjuk nézni, ezt azért mutatom, mert ugye az autóban 80 000 km van, nem lehet elkopva ugye. Van könyöktámaszunk, pohártartónk, 6 sebességes kéziváltónk, jó zene szól a rádióban, CD-vel is meg tudjuk őt etetni, és ezen kívül még kábelekkel tudunk csatlakozni, ide van szépen írva, AUX, iPod és USB, és van 2 darab, 12 voltunk, de nagyon szépen süt a nap különben, 1 darab meg 2 darab, nem dohányzós, tökéletes, jó illat van benne, autó illat van benne. Ezen kívül van egy plusz olyan extra, hogy váltózáras, ez egy nagyon jó dolog, elég drága mulatság, ilyen 60-70-80 ezerekért szerelik bele. Ennek ugye megvannak a kulcsai, itt látjuk, ez a Construct márka, 16-ba került bele, amit itt látunk, 16 februárjában került bele. Na, folytassuk akkor itt a srácok, itt van velem Feri Peti és Concerto, mindenkinek vannak valami jó kis termékei, amit ugye át tudunk vizsgálgatni, például itt a forgalmi engedély, itt látjuk, hogy 14. 6. hó 10-e a jármű, az MUI 378-as, és ugye itt a hátulja látjuk, hogy 24. 6. hó 10-ig van műszaki vizsgája, köszi Concerto. Srácoknak is van itt valami kis portékájuk, ezt is megnézegetjük. Remélem jól is írtuk ki, 24. 6. hó 10-ig műszaki. Na,
Hát itt van két darab szerbíz munkalap, ugye itt dátumok szintén kisárgázva, 21.6. hó 25-e, ennél az MUJ 378-nál, 74 ezres óra állásnál volt egy olajcsere, olajszűrő, pollenszűrő és gyertyát is cseréltek benne. Azt van itt nekem egy 19-esem, ez 68 ezer kilométeres korában szintén olajszűrő, légszűrő, levegőszűrőt is cseréltek benne. Szerintem egy abszolút igazolt garantált, de ugye mondom, ügyfélkapun megnézhető. Na nézzük még, mit tudunk itt mutatni. Hát megvan a két eredeti gyári kulcsa, ilyen nyomógombbal rendelkezik, csomagtartót különnyitja, szép egészséges állapotú ez is. Ugye van ez a kis strip gombunk, ugye fogyasztásra lőttem be, ugye bordkompjúter van benne, 6,6 literes fogyasztása van, neki is 80 ezer és 39 kilométer futással rendelkezik a jármű. Hát még a kéziféket kiengedjük, azt sem fog világítani így, és akkor akár egy kicsit előrébb is tudunk vele gurulni, hát ha nincsenek ilyen fényviszonyok. A kormányunk nagyon könnyű, minden Hyundai-nak egy ilyen vajkönnyű kormánya van. Nagyon finom, nagyon könnyen tekergethető, és álló helyzetben is tényleg egy kis ujjal lehet tekergetni. Van üzemanyagunk, lassan ugye a üzemi hőfokot is elérjük, ott 90 fokra föl fog menni. A gyári rádiót azt innen is tudjuk itt nyomkodni, keresi a csatornákat, meg mit tudom én, mindenféle jó dolgot lehet, meg lenémítani. Például így. Úgyne, ez is működik benne, minden működik az autóban, minden jól működik, helyesen működik benne, és szépek ezek is krom díszítések itt az autónk belsejében, ez mindenhol megtalálható, és jól is mutat vele szerintem ez a kis Hyundai. És mint látható, itt a lámpánál álltunk, bezárt a centrálzár. Nagyon finom, nagyon könnyű kuplungja van, olyan, mint a kormány, tehát olyan, mint hogy semmit sem nyomnánk le. Nagyon kis patent váltója van, könnyedén beveszi a sebességeket, oda-vissza, előre, hátra, könnyedén teszi, csak előre toljuk is. Ott egy harmadik, vagy itt egy negyedik, és ugye hatos a váltó, a fogyasztásban ugye nem véletlen mutatja azt a 6,6-ot, mert ugye számít az a 6 sebesség, biztosan, ugye, sőt sokat számít. Jó kis ellenfényünk is van, a futóm is stabil, nem kopog, nem zörög, nem fúj ki a kipufogó, nem is lehet rossz tulajdonképpen semmi sem, mert hogy most vizsgázott nemrég a kocsi. Szép nagyon a belseje. Hát egy újszerű kis autó, annak ellenére, hogy 8 éves. Megnézzük a százlónak a teljesítményét egy kicsit. Szépen húz. És úgy láttam, meg is áll a kocsi. Így szépen egyenesen áll a kormánya. És akkor meg is érkeztünk a kereskedésbe, innen jöttünk. Ugye M3 autóparkban vagyunk Budapesten, a 15. kerületben, a Szent Mihály út 90 számban. Hát ide kéne bejönnetek, hogyha szeretnétek egy ilyen kis Hyundai 30-as 100 lovas benzinmotorral, és a többit pedig láttátok. Köszönöm az érdeklődést, gyertek be hozzánk, ne felejtsetek el megnyomni ezt a jelet, a viszontlátásra.